A közgazdász egyetemi oklevél megszerzése után a mesterképzést az agrárgazdaság szakon végezte. Tagja volt a Vajdasági Szabad Egyetem szervező csapatának. Politikai karrierjét a Kishegyesi Önkormányzat tanácsnokaként kezdte. Volt tartományi gazdasági titkárhelyettes, a VMS elnökségi tagja. Jó estét kívánok! Fókuszban ma este Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány ügyvivője. Jó estét kívánok! Jó estét, üdvözlöm! Köszönöm a meghívást! Magát az alapítványt 2016 elején, januárjában hozták létre, azzal a céllal, hogy megvalósítsa a Vajdasági Magyar Terület és Gazdaságfejlesztési Stratégiát, illetve pontosabban, hogy lebonyolítsa az ezzel kapcsolatos pályázatokat. Ma este ezeket a pályázatokat, az eredményeket fogjuk összegezni, és a kedves nézőknek a hívására is számítunk, majd látják, hogy melyik telefonszámot tárcsázhatják. Az alapítvány megalapítása előtt, tehát tavaly év vége felé fogadta el a kormány, a magyar kormány ezt a programot, és akkor 50 milliárd forintos összegről beszéltek, később mostanában már 60 milliárdról hallunk. Mikor és hogyan bővült ez az összeg? Így van, hát most már egy éves múlt áll mögöttünk, mint alapítvány, picivel több, mint egy év. Viszont a területfejlesztési stratégia és a program életre hívásában több, mint három év munka van, hiszen több, mint három évvel ezelőtt a Vajdasági Magyar Szövetség elnök és elnöksége fölkérésére kezdték el a professzorok a munkát, ami alapján elkészült a stratégia, amelyről a 2015-es év végén, november 18-án döntést hozott Magyarország kormány, elfogadja és támogatja a programot, és hogy hozzárendeli az 50 milliárd forintot. Az elmúlt egy évben rengeteget dolgoztunk, és ahogy nemrég nyilatkoztam, az emberek bizonyították a Prosperitáti Alapítvány létjogosultságát, hiszen mai napig több mint 7000 pályázat futott be az alapítványhoz. A folyamatosan növekvő bizalom, pályázói bizalom is megnyilvánult ebben, és ehhez társult a támogató bizalma is, hiszen a tavalyi év végén Magyar Levente úr, államtitkár úr jelentette be novemberi, illetve decemberi látogatása során, hogy a magyar kormány az összeg megnöveléséről döntött 9 milliárd forint összegben, Orbán Viktor miniszterelnök úr és Pásztor elnök úr egyeztetését követően, ami azt gondolom, hogy az idei évre jelentős lehetőséget nyitnak meg előttünk. Igen. Mondta akkor, hogy körülbelül eddig összeszámolták, hogy hány pályázót támogattak? Több mint 6,5 ezret, ha jól tudom. Gyakorlatilag 6,5 ezret, így van. Az első két körben, a tavalyi évben összesen mintegy 3000 pályázat futott be az alapítványhoz. Ezeknek 80%-a nyertes pályázat. Tehát közel 2500 nyertes pályázónk volt, és ennek a támogatásnak az összege megközelíti a 14 millió eurót. Ezután a tavalyi év végén kiírtuk a harmadik pályázati kört, amit azt gondolom, hogy sokakat meglepett, és mindannyiunk örömére még több pályázat érkezett be az idei év január 31-ig, hiszen a tavalyi 3000-es projektszámot mintegy 1000-rel sikerült túllépni, több mint 4000 pályázat futott be január 31-ig a harmadik körben kiírt 5 pályázati kiírásra, és ha lehet tovább fokozni a jó híreket, illetve az eredményességet, a 80%-os sikerről 95%-ra növeltük a támogatott projektek számát, és a nemrégiben április 13-án aláírt szerződések összértéke megközelíti a 20 millió eurót. Tavaly április 13-án egy szerződést kötöttünk Orbán Viktor miniszterelnök úr jelenlétében, és most Szijjártó Péter miniszter úr jelenlétében közel 1800 szerződést. Igen, látjuk is a felvételt, a híradóban is láthatták nézőink. Valóban látványos felvétel ez. Miért szerveztek ilyen, még egyszer mondom, látványos szerződés aláírást? Eddig hol írták alá szerződéseket, és miért szerveztek most ilyet? Hát gyakorlatilag az egyről jutottunk el a 3800-ig, és olyan köztes fázisok voltak, hogy 20-60 és 200-700, aztán egy nagy ugrás a 3800-ig. Egyrészt kihívás volt, másrészt viszont szerettük volna minél hatékonyabban megszervezni
a szerződés aláírását. Szerettük volna minél előbb a támogatóhoz eljuttatni a lehívási csomagokat, aminek köszönhetően az alapítvány számlájára érkezett a támogatás összege, ennek előfeltétele a szerződések megkötése. Gyakorlatilag, ha nem egy helyen és egy időben kötjük a szerződéseket, akkor több napon keresztül, biztosan 5 napon keresztül kellett volna a szerződéseket kötni. Ez időben, energiában, erőfeszítésben biztos, hogy annyi lett volna, viszont egy azt gondolom, hogy látványos rendezvény volt, hiszen számunkra, mint alapítvány számára és a Tele Sportcsarnok a sok jóváhagyott pályázat hordozója, sok győztes, egy nagyon jó érzés és egy felemelő látvány volt, és az, hogy ezt két miniszter is nyomon követte, azt gondolom, hogy a program sikeréről és a pályázóink a valósági gazdálkodó sikeréről. Ez kétségtelen, de technikailag nem nehezítette magát az aláírást? Gyakorlatilag nem, megnöveltük a pontok számát, ahol a szerződéseket megkötöttük, és az effektív munka szerződésenként 1,5 perc volt, gyakorlatilag percenként 32 szerződést kötöttünk meg, egy óra alatt közel 1000 szerződés megkötése került. Pici ráhagyásra ezt 3 óra alatt elvégeztük, és sokkal jobb, mint hogyha ezt a 3 óra plusz odautazás időt 5-ször felszoroztuk volna, és így egységesen tudjuk kezelni a pályázatokat. Értem, beszéljünk most egy kicsit részletesebben ezekről, tehát ezekről a szerződésekről, ezekről az igényekről. Az első csoportba tartoztak az eszközbeszerzési támogatások, itt még mindig vissza nem térítendő támogatásokról beszélünk, igaz? Így van, a tavalyi év első és második körében is, és az idei év, és a tavalyi év végén kiírt pályázati körben is nagy szerepet kaptak a vissza nem térítendő támogatások és a kisösszegű pályázatok. Szerettünk volna minél nagyobb számú vajdasági gazdálkodóhoz is, vállalkozóhoz eljutni. Ez sikerült is. 3 kisösszegű támogatási formát írtunk ki újra. Eszközbeszerzés a vállalkozók számára, mezőgazdasági gép és kapcsolata eszközbeszerzés a mezőgazdasági termelők számára, és többéves ültetvények telepítése, fejlesztése. Az első kettőnél a tavalyi év sikere motivált bennünket, hiszen a legtöbb pályázatot erre a két kategóriára adták be a pályázóink. Ugyanakkor a mezőgazdasági szakmai indokok miatt kiírtuk a többiös ültetvények telepítésére és a pályázatot. Igen. Ennél az eszközbeszerzésnél én azt figyeltem meg, itt legfeljebb 1 millió dinárról beszélhetünk, de viszont megfigyeltem, hogy 30-50 ezer dináros támogatás is van. Ez nyilván a pályázattól függ, hogy mennyit igényeltek, vagy mire igényelték. És gondolom, hogy ez az 1 millióhoz képest hát elég szerény. Így van, viszont az a cél, hogy minél több gazdálkodóhoz és minél több vállalkozóhoz eljussunk. Az azt is szolgálja, az a cél, hogy minimum összeget nem határoztunk meg, tehát a szerényebb gazdasági lehetőséggel bíró pályázóink is labdába tudtak rúgni, a 20% önrészt tudták biztosítani, és minden esetben olyan alapeszközt tudtak vásárolni, ami szükséges a vállalkozásukhoz vagy a gazdaságukhoz, összhangban van a tevékenységükkel, és annak ellenére, hogy egy 1 milliós projekt kezelése, vagy egy 100 000 dináros projekt kezelése, és ugyanannyi adminisztrációval jár, mi ezt vállaltuk annak érdekében, hogy mindenki, illetve minél többen lehetőséghez jussanak. Igen. Ezúttal is a legnagyobb érdeklődés a mezőgazdasági gépek és a kapcsolható eszközök iránt volt. 3159-en kaptak támogatást, ezt fölírtam magamnak, és ezek között is nagy érdeklődés volt, hát például a traktorok vagy egyéb ilyen gépek iránt. Ez mit jelent, hogy a vajdasági termelőknek elavult a gépezete? A tavalyi évben is ez volt a legsikeresebb pályázati kiírás, akkor 1300 pályázatot adtak be, és 1000-et hagytunk jóvá ebből a típusból. Az idei évben több mint 3200 érkezett be, és az említett számú pályázatot hagytuk jóvá. Az igazgatóbizottsággal is megvitattuk a kérdést, és több szakemberrel is beszélgettünk. Jól látható ezekből a pályázati kiírásokból, hogy a mezőgazdasági mechanizáció elavult, szükség volt ilyen típusú fejlesztésekre, a gazdák nagyon örülnek neki, nagyon sok
féle fajta kapcsolateszköz és gépre van szükségük, ezt megtették, többen több körben is nyertek. És ez nem csak a gazdákra volt jó hatással, hiszen így most 1000 plusz gyakorlatilag majdnem 3200 sikeres pályázó, ez ennyi új gépet jelent, és ez nyilván mindegyik családi gazdaságra pozitívan hat. Ugyanakkor a mezőgazdasági gépek gyártóira, a forgalmazókra is pozitívan hat, hiszen az a tapasztalat, hogy a tavalyi évben 30-40%-kal megnőtt a forgalmuk, ők egyre több embert foglalkoztatnak, alvállalkozókat foglalkoztatnak, és az egész fémipar megérezte ezt a fejlesztést. Ön is értesült arról, hogy felhívások is napvilágot látnak, illetve kínálják ugye a traktorokat, és fel van tüntetve, hogy a prosperitáti pályázókat csalogatják. Természetesen felfigyeltünk rá, és minden esetben felszólítottuk a szállítókat, hogy ezt a típusú marketinget szüntessék meg. Mi úgy gondoljuk, hogy visszaélni az alapítvány vagy program nevével nem lehet, és nem lehet nem lojális konkurenciaként viszonyulni, és azt a látszatot kelteni, hogy ők a program kizárólagos partnerei. Nagyon sok gépgyártó és forgalmazó van, mindenkinek egyenlő esélye van arra, hogy a programmal részt vegyen. A pályázókat kell egyéb módon megnyerni, hogy náluk vásároljanak jó minőségű termékkel, jó áru termékkel, jó szolgáltatásokkal, garanciával. Igen. És milyen traktorokat vásároltak most ebben az legutóbbi? Gondolom újat, használtat, drágábbat, olcsóbbat? Most a jelenlegi kiírásban a mezőgazdasági gépek árát 20 000 euróban maximalizáltuk. Azért, hogy a támogatási összeg, ami legfeljebb 800 000 dinár, ez a gép árában egy jelentősebb összeget jelentsen. Az mennyi, az a 6,5 000 euró. Így van. És ez sok esetben a pályázónak jelentős előnyt vagy plusz lehetőséget, forrást jelent ahhoz, hogy a gépeket megvásárolja. Ez úgy 80, maximum 100 lóerős traktorok vásárlására adott lehetőséget. Igény van a használt traktoroknak a vásárlására, megvásárlása, és ezt is lehetővé tettük, annak érdekében, hogy minél többen hozzájuthassanak gépekhez, és még ezeket a használt gépeket is sokáig tudják használni. Itt azért fokozottan ügyeltünk a gépek eredetére, eredet igazoló dokumentumokat kértünk be annak érdekében, hogy a legelején mondtuk, a támogatást azt ne elköltsük, hanem felhasználjuk. Számunkra nagyon fontos az, hogy ne a gépek cseréljenek gazdát egymás között, és senki igazából nem fejleszt egyetlen egy traktorral, a többi nem lesz, csak cseréltek, keringtek egyet a gépek, és a pénzt elköltöttük, ezt szeretnénk elkerülni. El kell számolnunk annak érdekében, hogy a kormány, vagy a ország kormány úgy álljon hozzánk, mint hogy a tavalyi végén, hogy jó projektekhez még forrás biztosít. És olyan hírek is szányra keltek pont a traktorokkal kapcsolatban, hogy a kereskedők ennek a pályázatnak a hatására helyenként felemelték a traktorok árát. Volt ilyen próbálkozás, mi ennek igyekeztünk elejét venni. A pályázóinkkal szemben is és a szállítókkal szemben is egyfajta szigor tapasztalható, a rendszer kiszámítható és következetes. A szállítók figyelmét felhívtuk arra, hogyha indokolatlanul felemelik a gépek árát, akkor a pályázó megteheti azt, hogy a be nem tartott ajánlat miatt, vagy esetleg később a nem szerződés szerinti teljesítés miatt eláll és szállítót vált. Mi abban vagyunk érdekeltek, és gyakorlatilag a pályázóink és a szállítóink nagy többsége ilyen, hogy jó hiszemű pályázóink és szállítóink legyenek, akik a szabályok szerint járnak el, szerződésen szerint teljesítenek. Igen, és a három előszámlát kérnek, az azt jelenti, hogy három különböző kereskedéstől. Minimum három, hát egy előszámla és két ajánlat lehet, ami további két előszámla vagy internetről letöltött ajánlat is lehet. A lényeg az, hogy bemutassuk azt, hogy költséghatékony a beszerzés, ha is amennyiben a pályázónk mégsem a legolcsóbb variációt választja, nem a legolcsóbb ajánlatot fogadja el, akkor indokolnia kell, és vannak objektív indokok, hogy miért választja mondjuk a második legolcsóbbat. Ilyen például a hosszabb garanciaidőszak, a jobb szervizelési szolgáltatások, vagy akár a hosszú éves együttműködési tapasztalat. Igen, és ime néhány
kérdés. Sági Ágoston Újvidékről arra kíváncsi, hogy a következő körben milyen pályázat lesz, és azt mondja, hogy szerinte eddig a mezőgazdasági termelőknek nem volt lehetőségük eszközöket igényelni, itt nem pontosít, hogy milyen eszközöket, viszont azt mondja, hogy volt ugye traktor és kapcsolható eszköz. Tehát mi lesz a következő pályázat? Pontosan. Mezőgazdasági gépekre és kapcsolható eszközökre lehetett pályázni. A mérőeszköz, amelyeket a Sági úr is forgalmaz, nem tartoztak ebbe a kategóriába. Alapeszközöket a vállalkozók tudtak vásárolni. Most abban gondolkodunk, hogy nagyértékű mezőgazdasági gépekre és kiírunk kombinált finanszírozással megvalósuló pályázatokat. Úgyhogy a mezőgazdaságoknak a jövőben is lesz lehetőségük vásárolni gépeket. Igen. Egy maradéki nézünk korábban fordult hozzánk. Ő azt panaszolta, hogy nem mondta pontosan, hogy melyik irodánál volt, és ott segítséget kívánt kérni az elektronikus pályázat kitöltéséhez. És azt mondja, hogy sajnos nem tudtak rajta segíteni. Igen, hát a Temerini irodához tartoznak, és a kollégáim helyesen jártak el. Minden segítséget megadnak, minden információt megadnak a kollégáim, viszont nem írhatnak meg pályázatot mások helyett. Mi szeretnénk azt elkerülni, hogy olyan hírek kapjanak szájra, hogy aki adott pályázatíróval, vagy esetleg az irodával íratja meg a pályázatot, akkor az előnyben részesül. Az elejétől kezdve mi ettől elhatárolódunk, minden információt, minden segítséget megadunk, de a pályázóknak kell megírni a pályázatokat, akár igénybe vesznek szakmai segítséget, akár a családban fiatalabb generáció segítségét. Elnézést, a tapasztalat az, hogy ez mindenkinek sikerült, egyébként 4000 beadott pályázat nem érkezett volna be. Igen, újvidéki néző azt kérdezi, hogy miért nem támogatják, hogy fiatal párok városban vegyenek házat támogatással? Fiatal párok falusi házvásárlását támogattuk. Egyrésztről a városnak, mint közegnek van egy természetes elszívó ereje, és a falvak demográfiai helyzete jelentősen rosszabb, mint a városé. Másrészt sokkal költséghatékonyabban tudunk családi fészket vásárolni, biztosítani falun a fiatal pároknak, és falun jellemző... Mármint, hogy olcsóbbak az ingatlanok. Így olcsóbbak az ingatlanok, ezt a lehetőséget így ki lehet használni. Ugyanakkor hozzájárulunk a falu megőrzéséhez, és általában, illetve feltétel az is, hogy olyan ingatlanok legyenek, olyan házak, amelyeket olyan kísérő objektumokkal együtt adnak el, ahol mezőgazdasági vagy egyéb gazdasági tevékenységet lehet megvalósítani. Tehát ezek az együttes indokok az, hogy ilyen irányba írtuk ki a pályázat. Városban is esetleg magánvállalkozást a telken lehetne. De hát ez most egyelőre nem szerepel. Ez az általános elfogadott szabály. Igen, és még egy topolyai néző azt kérdezi, azt mondja, hogy 60 éve a család tulajdonában van egy tanya, és ő azt kérdezi, hogy a jövőben terveznek-e pályázatot tanya felújításra, illetve új épület kialakítására. Így direkt nem, viszont ennek a fejlesztésnek el tudom képzelni a helyét a turizmus fejlesztésében. Eddig voltak olyan feltételeink, hogy eddig már a család akár magánszállásadóként, akár cégként foglalkozott turizmussal, egy egységes turisztikai fejlesztésben is gondolkodunk, ami majd a későbbiekben lesz elérhető. A támogatásokról beszéltünk, akár az eszközvásárlásnál, vagy az ingatlanvásárlásnál, és az egyéb támogatásoknál is adót kell fizetni. Azt kifizeti az adót, és az mennyi? A forgalmi adót mindenki kifizeti az eszköz cserénél, ez általánosan véve 20%. A pályázóinknak az átutalást követően adót nem kell fizetniük, tehát a támogatás önmagában nem adóköteles. Ha és amennyiben a pályázó az év végén nyereséget valósít meg, akkor az év végén be kell fizetni a nyereségadót, de az minden esetben fennáll, hogyha nyereséggel dolgozik. Igen. És olyan kérdés is volt, hogy azt kérdezte, a honlapon láttam, hogy mikor igényelhető esetleg vissza az áfa. Így van. Van egy nagyon fontos szabály Magyarországi, tehát a 2015. novemberre és 2016. januárja között egy olyan rendszer kellett kialakítanunk, ami a szerbiai törvények szerint is életképes, hiszen itt működik az alapítvány, és a Magyarországi és EU-s jogrendet is tiszteletbe tartja, hiszen onnan származik a forrás. Az egyik kötelezettség, illetve az egyik kötelem, hogy az áfa, visszaigényelhető áfa nem elszámolható költség.
Ebben az esetben azt a szabályt vezettük be, hogy ha és amennyiben annyi önrészt vállal, tehát a minimális 20%-ot önrészt felvállalja a pályázó, és ezen felül az áfa összegét is befizeti, akkor visszaigényelheti az áfát, hiszen ebben az esetben a minimum vállalást teljesítette, mások az a többi pályázó irányába is fel a rendszer, hiszen ugyanazok a kötelezettségek megmaradnak, és ugyanakkor a kiutalt támogatás az nem került áfára elköltésre, illetve a támogatás terhére nem lett visszaigényelve az áfa, így nem tett szert jogtalan előnyre. Az áfa az egyértelműen a szerb államot illeti, illetve hát a költségvetést erősíti. Ezzel magyarázható egyrészt, hogy a szerb állam semmilyen kivetést nem talált ebben a pályázati rendszerben. Én azt gondolom, hogy ez az egyik fontos ok. A miniszterelnök, miután tárgyalt vele Pásztor elnök úr a kezdeti média támadások után, kimondta, hogy ez a program jó Szerbia számára, többek között az adók miatt, többek között azért, mert a társadalmi össztermék megtermeléséhez itt járulnak hozzá azok a cégek, akik fejlesztenek és pályáznak és nyernek. Itt foglalkoztatnak embereket, itt alkalmaznak alvállalkozókat, itt alkalmaznak beszállítókat, vásárolnak tőlük. Úgyhogy igazából példaként hozta fel a programot, és arra biztat mindenkit, hogy aki itt szeretne befektetni, az nyugodtan tegye meg Szerbiában. Tavaly ősszel még egy újdonság történt a pályázásokkal kapcsolatban. A kezdő vállalkozók csak úgy juthattak támogatáshoz, ha előbb egy képzésen vettek részt. Igen, ezt a pályázati kiírást így is jelentettük meg. Az induló vállalkozások mindig fokozott kockázatot jelentenek, hiszen ezeknek egy része az indulás után működési nehézségek miatt feladja. Mi szerettük volna biztosítani azt, hogy minél többen sikeres vállalkozók legyenek. Ehhez a megfelelő tudást szerettük volna biztosítani, és ezt egy 4 modulos, 4 hétvégés intenzív képzésben igyekeztünk biztosítani. A képzést mindenki, aki részt vett rajta, nagyon élvezte és hasznosnak mondta. Az értékelésekből ezt olvastuk vissza, és nagyon sok mindent felhasználtak a cégalapítás, illetve a cég működtetésében. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a két komponens, tehát egyrészt a képzési komponens, másrészt pedig az eszközvásárlás lehetőség együttesen tudott hozzájárulni ahhoz, hogy valaki jól induljon el a vállalkozás útján. És hányan voltak egyébként a startuposok? 165-en jelentkeztek, és végül 94 projektet hagytunk jóvá. Gyakorlatilag mindenki, aki minden 4 modulon részt vett, beadta az üzleti tervét, és pozitívan lett értéke mindenki. Ez azért lehet érdekes, mert egyébként Szerbia is, de Magyarország is még ezeken a pályázatokon kívül is támogatják a kis és közepes vállalkozásokat, illetve a kezdő vállalkozásokat. Ön közgazdász, ön milyennek értékeli ez a képzés után ezt a réteget, ezt a mondhatom úgy, hogy a kezdő vajdasági magyar vállalkozókat. Én azt gondolom, hogy szép számú új vállalkozás indult el. Azt látjuk, hogy föl tudták használni a tudást, és föl tudták használni az eszközöket. Vannak kevésbé kreatív és kreatív pályázóink, van, aki az IT-szektorban keresi a lehetőséget, van, aki tervezőmérnökként a tudásbázisú vállalkozást indított el. Vannak sokan, akik az élelmiszeriparban vagy pedig a fémiparban keresnek lehetőséget, és van olyan pályázónk, aki gyakorlatilag már 10-20 emberrel dolgozik, ennyi embernek biztosít megélhetést. Vannak olyanok is, akik korábban is már valamilyen módon igyekeztek vállalkozni, de ez a lehetőség indította el őket, hogy valóban vállalkozóvá váljanak és behelyezett formában tevékenykedjenek. Azt gondolom, hogy hozzájárultunk egy vállalkozói klímakörnyezet alakításához. Vannak ilyen újdonságnak számítók, láttam például média vállalkozást is, médiával kapcsolatos vállalkozást is. Így van. Hát én azt gondolom, hogy ha a világviszonylatban újdonságnak vagy innovatívnak számító vállalkozásokat vesszük alapul, akkor ebből relatív keveset tudunk felsorakoztatni. De ha azt az IT vállalkozásainkat ide soroljuk, amelyek egy növekvő exportpiacra rendelkező iparágat
képviselnek Szerbiában, akkor ilyet is fel tudunk mutatni. Van, aki a szépségiparban kereste a lehetőséget, van, aki gazdaboltként működik, úgyhogy széles a skála és sokszínű a pályázó. Újvidéki néző, a kisvállalkozóknak terveznek-e újabb kört kiírni? A következő körben a közepes értékű projekteket szeretnénk belőni, hiszen két körben a 10 ezer euró környék, vagy 10-től talán 20 ezer euró értékű beruházásokig volt az érdekes ez a két kiírás. Mi szeretnénk most megcélozni a következő lépésben a közepes projekteket, ami hát az 500 ezer eurót nem éri el, de mondjuk az 50 ezer eurót meghaladja. Ez egy kombinált támogatási forma lenne. Ez a következő tervünk, de látjuk azt, hogy fantasztikus szám szerintem, hogy tavaly évben 500, az idejében már 700 vajdasági, családi, egyéni vállalkozó, mikro- vagy kisvállalkozás pályázott, amely magyar érdekeltségű. Szerintem soha korábban ennyi magyar érdekeltségű vállalkozást nem sikerült identifikálni. Hatalmas ez a szám, és azt gondolom, hogy velük a továbbiakban is kell foglalkozni. És még 5 percünk van a műsor végéig. Január végén járt le a nagybérruházásra vonatkozó két pályázat, a mezőgazdasági és a gazdasági. Ez két külön pályázat volt. És hát most várhatjuk az eredményeket. Hányan jelentkeztek esetleg, annyit tudunk? Természetesen 36 pályázatot adtak át. A kettőre? A kettőre, 15 mezőgazdaságfejlesztés és 21 általános gazdaságfejlesztés. Projektet. Ez már kicsit szerkezetileg másmilyen, ezt önök is a hitelkonstrukcióba sorolták. Elmondja ön, hogy miért? Természetesen ezek nagyobb léptékű fejlesztések. Ugye az elsődleges célunk az volt, hogy minél szélesebb rétegeket elérjünk, és ez a kis összegű támogatásokkal sikerült is. A következő pedig az a cél, hogy olyan vállalkozásokat, vállalkozókat fedezzünk fel, fejleszünk, akik meg tudják rántani a vajdasági gazdaságot. Egyrészt a mezőgazdaságban integrátorként viselkedve tudnak új munkahelyeket nyitni, de ami még fontosabb, hogy tudnak alkalmazni, illetve az értékláncba bekapcsolni termelőket nagyobb számban. És az általános gazdaságfejlesztésben is olyan vállalkozókat, akik tudnak új munkahelyeket nyitni, és alvállalkozókat, beszállítókat alkalmazni. Elnézést, de viszont ez nem az egész hitel, mert itt is van önrész, és van visszanemtérítendő, és csak az egyik része a mezőgazdaságnál 30%-a, a gazdaságnál pedig 40%-a a hitel. Így van, ezek ezért kombinált támogatások, hiszen az önrész vállalását itt is fontosnak tartottuk, ugyanúgy, ahogy a kisösszegű projekteknél, tehát az önerőből hozzáadott érték, ez mindenképpen egy fontos sarokpontja a pályázatainknak és a programnak. Nyilvánvalóan nagyobb fejlesztéseket, ezek a fejlesztések 500 ezer eurót meghaladó fejlesztések, csupán visszanemtéríteni támogatásban nem tudjuk. A maximum meg van szabva? Nem tudjuk fizetni, vagy támogatni, így van a mezőgazdaságban 9 millió euró, az általános gazdaságfejlesztésben pedig 6,7 millió euró összértékű projekteket így lehetett pályázni. És röviden még a záró beszélgetés előtt, hogy 189-en kaptak támogatást földvásárlásra. Ez ön szerint kevés, vagy elegendő, vagy nagyobb érdeklődésre számítottak esetleg? Ez volt a legnépszerűbb pályázatunk a tavalyi év második pályázati körében. Itt gyakorlatilag 200 körül pályáztak, és 189-en nyertek. Igen. Ez a szám önmagában nem mond semmit, hiszen ez lehetne sok is és kevés is. 400 hektár föld megvásárlását támogattuk így, ami azt gondolom már egy jelentős és szép szám. A természeti kincs megőrzésében egy fontos lépés, ami stratégiai cél. Hozzáadjuk a 78 házvásárlási projektet a fiatal pároknak, ezek azt gondolom, hogy fontos megtartó erőt képeznek, és szeretnénk kiírni a pályázatot földvásárlásra újra, ezen dolgozunk most, itt jelentősebb hitel eszközök angazsálásával, sőt, elképzelhető, hogy csak hiteleszközök angazsálásával, de cserébe nem lenne, vagy sokkal nagyobb lenne a felső határ, így a nagyobb területeket is meg lehetne vásárolni, amennyiben azok eladóvá válnak. Igen, tehát mondta, hogy a következő pályázat miről fog szólni? Földvásárlást említettem, gondolkodunk a házvásárlás újra kiírásában.
gondolkodunk abban, hogy a közepes méretű vállalkozás, illetve a közepes méretű projekteket támogassuk mezőgazdaságok és vállalkozók számára is, és egy következő lépésben a most kiválasztásra kerülő integrátorokra rákapcsolódó kistermelőket is szeretnénk támogatni, hogy mindkét oldalról az együttműködés serkentsük. Azt gondolom, hogy ez az az intézkedés csomag, ami az idei évben áttörést tud jelenteni. Igen. Hát végezetül egy nem közvetlenül a témánkhoz kapcsolódó kérdésre is szeretnék öntől választ kapni, ugyanis tavaly év végén értesültünk arról, hogy a VMS 1,2 millió euróért vásárolt Szabadkán székházat. Voltak olyan utalások, akik hát összekapcsolták azzal, hogy a Prosperitáti Alapítványon keresztül folyik most a támogatások kifizetése. Ezt ön az elnökség tagja, ezért szegezem a kérdést, hogy milyen pénzből vásárolták ezt a székházat? Hát, mint a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője, én erre a kérdésre rögtön reagáltunk, amikor a Vecseri Novosti szerblapban megjelent, és innen vette át az összes szerbiai és vajdasági újság, írott és elektronikus média. A Prosperitáti Alapítványnak ehhez a jogi ügylethez és támogatáshoz semmi köze nincs, és a székhelyét sem tervezi megváltoztatni. Úgyhogy Prosperitáti Alapítványnak ehhez semmi köze, ezt a helyesbítést ezt közé is tették, úgyhogy én ennyiben is maradnék a székházvásárlás vonatkozásában. Ez nem a mi asztalunk és nem a mi ügyletünk. Juhász Bálint, köszönöm szépen, hogy eljött a Fókuszban című Nagyon szépen köszönöm a meghívást. A kedves nézőknek is köszönöm a figyelmét, viszontlátásra!